Mint ismeretes, holnap kezdődik az Európai Néppárt kongresszusa. A rendezvénynek ez alkalommal Bukarest ad otthont, házigazdája az RMDS, illetve a Demokrata Párt. A kongresszus fő célja, hogy az alapprogramot módosítsák. A rendezvényre 1600 résztvevőt várnak. Ma a kongresszust előkészítendő ülésezik az Európai Néppárt politikai bizottsága, akik ugyan fontosabb dokumentumokat már elfogadtak, és azokat nem módosítják, mégiscsak előkészítik például a holnapi ülésrendet és annak a napi rendi pontjait. Egyébként holnap lesz a tisztújítás is, amikor is elnököt választanak, illetve 10 alelnököt. Az elnöki posztra Wilfried Martens egyedül jelentkezett, így nagy meglepetésekre nem számíthatunk, a 10 alelnök viszont változhat még. Mint mondtam, a kongresszus egyik fontos célkitűzése az alapprogram módosítása, amelynek számunkra fontos momentuma, hogy bekerült az európai őshonos kisebbségekre vonatkozó passzus is, amelyet idézek: tiszteletben kell tartani az őshonos kisebbségek jogait, hagyományát és kultúráját, és ezt megfelelően kell kezelni, illetve hogy ezekre az EPP a későbbiekben majd odafigyel. Az Erdély Televíziót Korondék Inga tudósította Bukarestből.